A kereslet és a kínálat egyaránt hatalmas a palántákból a vásárcsarnokban. Gerócs László, kiskanizsai őstermelő híradónknak elmondta, hogy a különböző növényvédőszerek, a magok és más nélkülözhetetlen alapanyagok is rengeteget drágultak idén. A palánták árain a vásárlók viszont csak kismértékű emelkedést tapasztalhatnak. Szebbnél szebb virág és zöldségpalánták közül lehet válogatni a nagykanizsai vásárcsarnokban. Gerócs László szerint valóban sokat nőttek a költségeik, ám ezt nem tudják a vásárlókra hárítani. Elég sokat kellett fizetni a magokért is, a pármetszerekért, a műtrágyákért. Valamennyire be tudtuk építeni ezt az árakban, talán egy 25%-ot, de többet nem. Tehát annyival tudtunk emelni a tavalyi árakhoz képest. Gerócséknál jelenleg leginkább a paprika és a paradicsom palánta számos fajtája van a pulton, de cukkini, uborka, padlizsán és fűszernövények is szerepelnek a kínálatban. Próbálunk mindig a minőséget termelni, jó áron, jó fajtákat keresünk a boltokban, mert csak a vevők akkor jönnek vissza, ha elégedettek az áruval. A termelő azt tapasztalta, hogy az idei piac, különösen az elmúlt két hét kimondottan sikeres volt, s mint fogalmazott, lesz még egy jó hetük az idei szezonban.